Többen is megfordultak vasárnap délelőtt a szabadkai tejpiac húspótjainál. Nagy a kínálat, ezért sokan több kört is tesznek, mire kiválasztják a számukra megfelelő húst és természetesen a megfelelő árat. Mások azonban a megszokott pultoknál jól bevált terméket vásárolnak. Én szerintem jó ára van neki. Jóval lehet, hogy valakinek kellene olcsóbb is legyen még minden, de ha ki kell számítani, hogy mennyibe kerül az a munkadíj, még minden, hogy főnevelet, az a jószágot még el kell adni. Mámon nehéz eladni mindent. Ritka, aki bír mindent megvenni is. Tari Gizella már évek óta árul baromfi húst a tejpiacon. Szerint a vásárlók száma csak egy kicsit alacsonyabb az elmúlt évekhez képest. Azt mondja, a legtöbben a nagyobb méretű baromfit, pulykát, libát részesítik előnyben. A mindennapi szükséglet viszik még a csirkéket. Hát úgy majdnem, mint eddig, de egy kicsit alacsonyabban. Kevesebb fogy. A szabadkai tejpiacon az egész csirke kilója 260-270, a csirkeszárny 220-230, a csirkemell 430-450, a comb pedig 300-320 dinár között mozog.